Jó napot kívánok, hölgyek, urak, itt vagyunk ismét. Elkészítés a maratoni versenyekre. Miért éppen a maratoni versenyekre, és miért a maratoni versenyekben veszel részt? Na most, ha belegondolok abba, hogy melyikek a legnehezebb versenyek. Nyilvánvalóan sokan nem fognak egyetérteni velem, de a legnehezebb versenyek mégiscsak a szuper hosszú távú versenyek, a maratoni versenyek, vagy az extrém hosszú távú versenyek, mégiscsak ezek. Két dolog miatt. Egyszer kell a galambnak, hogy legyen intelligenciája, nem erőből repülök. A másik pedig az, hogy fel kell tudni a galambot készíteni. Na most én most már 6. éve versenyeztem maratonon, 19. helyezésnél még országos szinten nem voltam rosszabb. A kezdő évben ugye ott leállítottam az állományt, azt nem szabad beszámolni. Tavaly előtt meg én versenyek alatt elkaptam a Covidot, nem tudtam folytatni a versenyt, de egyébként a másik 4 év az oké. Most is az idén 12. 10. vagyok, úgyhogy nemzeti maratonversenyben 10. a saját maratonversenyünkben 12. vagyok. Úgyhogy ez nem szégyelnivaló, ez azt mutatja, hogy amit mondok, az megállja a helyét. Hogy miért éppen maratonverseny? Ugyanis én nem vagyok arra kíváncsi, hogy ki hogy doppingol, merő fúj a szél, és a többi. Tehát addig, amíg nem, a kerületek nem próbálnak igazságos versenyeket tartani, addig ez engem a kerületi versenyi nem tud meghatni. Ugyanis én még nem tudok egyetlen egy doping ellenőrzésről, de olyanról tudok, például a 12-es kerület, hogy tavaly elkezdtek osztrák-német utakat röptetni, de már a fiatalabb versenyekre visszaálltak a cseh-német utakra, mert nem azok lettek a bajnokok, akik azelőtt voltak. Tehát innentől kezdve a versenyek igazságossága megkérdőjelezhető. És miért nem ők lettek? Tehát mit? Más irányból történtek a röptetéseket, meg kiderült, de hát a galambállomány ugyanaz. A galambállomány ugyanaz, csak a beröpülési szög más. Tehát amikor egy csapat galamb egy kerületet teljes hosszába röpül, az is más, meg az is más, amikor oldalról közelíti meg, és egyeseknek visszafele kell röpülni, egyeseknek meg tovább kell menni. És a kerület közepére, mondjuk ilyen nálunk Lébény, ráfújja a szél, aztán vannak, akik visszafele mennek, vannak, akik erre jönnek, vannak, akik Pápáról fordulnak vissza. De gyakorlatilag ugye felkészítés a maratoni versenyre, és miért éppen a maratoni versenyekre? Hát azért a maratoni verseny, mert tudatos felkészítéssel mindegy, hogy merő foly a szél. Na most a felkészítés. Először is nálom a felkészítés március 21-ével kezdődik. Ez annyit jelent, március 21-én, ugye ez a tavaszi napéforduló, 12 órát van világos. Innentől kezdve április 21-ig nálam a dúzva 12 órát van világos. Mi ennek a célja? Tehát redőnyös technológiával 12 órát. Mi ezzel a célom? Ezzel a célom az, hogy a vezlés elkezdését egy hónappal kitoljam. Ezzel el tudom érni azt, hogy a galambok teli szárnyú kezdjék a maratont. Ez egy komoly trükk. De nagy pontosságot igényel, legjobb, ha automata óraállítás van. Nagy pontosságot igényel, de ha valaki megcsinálja, megéri. Ez az egyik. A másik. Napi 4 órát tréningeznek a maratonos galambok. Napi 4 reggele 2 órát, este 2 órát, amit ugye szintén márciusban indítok. Első héten annyit röpülnek kétszerint reggel este, amennyit nekik kedvük van. És onnantól kezdve 10-10 perccel nyújtom az időt, egész addig, míg napi 4 óráig nem megy el. Na most, ez már egy komoly trükk, komoly tudomány,
komoly időrá és komoly energia ráfordítás ment. Napi 4 órát, 2-szer 2 órát, hogy a ház körül keringjenek a galambok, azért az... az de ez hajtott zászlóval? Vagy zászlóval, vagy? Igen. Zászlóval hajtom őket. Nagyon fontos a fokozatosság elve benne, nagyon fontos, mert 10 perceket, 5 perceket simán rá lehet. Na most ezzel együtt a takarmányozással is rá lehet segíteni, mert ugyanis ha én azt mondom, hogy 3 g zsírra van szüksége egy óráig repülőgalamnak, tehát ami annyit jelent, hogy 9x3, 27, 3x3, az 9, 27,9 kalóriát fogyaszt szélcsendes időben nyugodt repülése a ház körül, tehát 1 óra alatt, akkor ugye 4 órát, mire odáig jutok, annyit kell etetnem bele, hogy ezt meg kell 4-szereznem, tehát durván 110-115 kilokalóriát kell beleraknom. Utána, amikor ugye már mennek a versenyek, akkor plusz azt a kalóriát is bele kell raknom, amit ugye a kerületi versenyek, amit mi egyébként tréningnek használunk, igazi maratonosok, mi tréningnek használunk, de hogy ott is 1 órát, 2 órát, 3 órát, 4 órát, 5 órát, 6 órát repülök, hanem azt is bele kell letetni. Azt is bele kell letetni. Na most ez egyszerre nem, ez így nem működik, hagyok reggel meg este etetni, én napi 4-szer etetem őket. Napi 4-szer. Napi 4-szer? Napi 4-szer, 4 óránként. Reggel 6-kor kiengedem őket. 8-ig repülnek. 8 órakor bekészített kajára, meg vízre behívom őket. Az 8 óra. 12-kor megint megetetem őket. 16-kor. És addig pihenőben vannak? Vagy pihenőben, 8 igen. És 12 óra. Így van. És akkor este 6-kor megint megetetem őket. Nem 4 órakor, este 6-kor kierestem. És 8 órakor újra megetetem őket, mikor behívom, és attól kezdve nincs. És ha mód van rá, lehetőség van rá, a köztes időszakban, tehát a reggel 8 és 12 között, 9 órakor redőny leereszt, 12-ig nem húz föl. 12-kor fölhúz, megetet, 1 órakor redőny leereszt. 1 órakor redőny leereszt, így a vedlés nagyon hátratolom, de a galambok nyugalomba pihennek. Nyugalomba pihennek, na most a 4-szeri etetésnek gyakorlatilag több előnye van. Egyszer az, hogy 2-szeri etetésre nem lehet a galambot galamba beleejtetni. Én általában 1,7, tehát 17 g-ot adok nekik egyszerre, és a 4-szer, ugye az egyszer 40 gram, és 4x7 az 28, az 68 gramot kaptak a galambok, tehát 6,8 dekát. Egy átlag galambász 3,8-at tud belejtetni a galamba, mert 2x2 dekát ad neki, de abból a szóródás ugye 2 gram, az elfogyasztott mennyiség 18 gram. Na most, nálam ez nincs, mert minden galamb egyedi etetőből kapja, minden galamb egyedi. Tehát nem úgynevezett ad libitum. Nincs ad libitum, nincs közös etetés. Az van, hogy a galamb azt eszi, amit én akarok. Tehát hét elején szénhidrátban gazdag, hétvégén pedig zsírban gazdagot. Azt eszi a galamb, nincs más. És annyit kap, amit megesz, mert megkapja ezt az 1,7 gramot, soha nincs jó lakva. Soha nincs jó lakva, mindig megeszi. Mindig megeszi. Nem kiveri, hanem megeszi. Nem válogat. Ki lehet próbálni, nem kell nekem hinni. Mindenki próbálja ki úgy, ahogy mondom, azt higgyen magának.